magyar hangok. Perlaki István. Mezei Kitti. Szabó Máté. Andrész Kati. Megyeri János. Perzselő szenvedélyek. Románc MOL-ban. Vagy? Miért nem szóltál egy szót sem? József fel alá rohangászik, és téged keres. Miből gondolhattam volna, hogy hiányzom valakinek? Elég ebből a rossz dumából. Ráadásul túl veszélyes egyedül gyakorolni, ezt te is nagyon jól tudod. A herceg látni akar. Én is herceg vagyok. És én nem akarom látni. Ben, kérlek. Adjál békén. Ó, Dagmar! Dagmar! Henlein asszony! Fenség? Ma délben van esetleg kedved kijönni velem a lovakhoz? Kedvem az nincs. De ha parancsolja... Megparancsolom magának. És most elguríthatsz a herceghez. Ahogy óhatja. Még egyszer optimalizáltuk a különböző ízlésirányzatokat, ahogy a színeket és a formákat is. Az orvosi tesztek a zselatin rendkívül jó emészthetőségét igazolják, és ami a legfontosabb, a gyártási folyamat tisztázva. Tehát startra készen állunk. Már csak a fitness programunk észszerű prezentációjára és egy jó reklámstratégiára van szükségünk. A megszavazott költségvetést el kell költeni. Összességében 24 millió, ezzel már lehet kezdeni valamit. Ma délután találkozom az ügynökségek képviselőivel a zselatingyárban. És emiatt képes volt kijönni ide? Ilyen korán? És megzavarja az edzésemet? Hát én azt hittem, hogy érdekli majd magát. A legutóbbi bizottsági ülés óta nem járt az irodában is. Istenem, egy asszisztens a munkaköri leírása szerint is csak akkor asszisztens, hogyha egyúttal asszisztálhat is. Tudsz vívni? Vívni? Úgy érti... Törrel, igen. Nem. De ha fontosnak tartott, természetesen ezt a képességet is el fogom sajátítani. Na jó. Talán a lovakat kedveled. Gyere velem. Egy pillanat, ezzel mi lesz? Ja, igen. Tudom, hogy voltaképpen nem tartozik a feladataim közé, de mivel Baldung gróf jelenleg a lipcsei vásáron van, ez itt az én íróasztalomon landolt. Ne szabadkozzon állandóan, Eschenbach úr. Így nem viszi semmire. Á, Benjamin. Téged is látni néha. Hol voltál? Valóban érdekel? Ez esetben igen. Beszélni szeretnék veled a ma esti fogadás miatt a tanácsházán. Azt akarom, hogy te is ott legyél. Ideje, hogy megismerd jövendőbeli feladataidat. Anya már megmondta? Ne vitatkozz velem! Gondoskodj róla, hogy megjelenjen. 19 óra 45-kor indulunk. Jó napot! Jó napot! A szokásos éves fogadásra a tanácsházán. Művészeket, de most kérlek! Művészeket, vállalkozókat, politikusokat hívtak meg, hogy felszabadult párbeszédben vitassák meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel a régiót minden szempontból vonzóbbá tehetik. Ezt az ostobaságot. Áll az égnek, engem már nem érint, most már lehet. Hát ha így izeg, mozog, képtelenség. Csináld a borotvával!
Igen? Igen, tessék! Benjamin. Beszélni akartál velem? Igen. És kérem, négy szem közt. Ahogy óhajtja. Hadd emlékeztessem arra, hogy Huber doktor 11-kor látni óhajtja. Ki az a Huber doktor? Az orvosa. Jó, én ráérek. Reggeliztél már? Igen, de egy kávét azért elfogadok. Parancsoljon. Jó sok tejjel. Igen. Jól van, József, köszönöm. Finom. Tehát, mit akartál mondani? Benjamin, nagyon félek. Attól félek, hogy minden óvintézkedés dacára, és minden valami rosszul fog elsülni. Dr. Geschwein szerint Danner még mindig nem derítette ki, hogy az anyád valójában rászabadított-e valakit Ursulára, hogy rövid legyek. Azon vagyok, hogy kiegészítsem a végrendeletemet egy paragrafussal. Felolvashatom? Tessék. Abban az esetben, ha a hitvesemmel vagy a fiammal történne valami, az összes fent említett tulajdonom, ingóságom és ingatlanom az unokaöcsémre, Benjamin Thornwald hercegre szálljon. Méghozzá közvetlenül. Ezt persze még dr. Geschweinnek jogi formába kell öntenie, annak érdekében, hogy az anyád ne találhasson semmiféle kibúvót, és ne akadályozhassa meg. Tehát? Mit szólsz hozzá? Örülök, hogy megkérdezel, és nem állítasz kész tények elé. Én ezt nem akarom, Friedrich. Jaj, kérlek, 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 Benjamin. Ne légy ilyen szerény. Ne utasíts vissza semmit. Főleg, ha ilyen csodálatos ajánlatot kapsz. Hm? Az előbb elvettél pár szent cukrot. Valójában kinek szántad? A lovaknak. A lovaknak. Látod? A szerénységed nem helyén való. Te egy Thornwald vagy, és meg fogsz felelni a kihívásoknak, ha úgy alakulnak a dolgok. Miből gondolod, hogy képes lennék rá? Gőzöm sincs az üzletről. Meg lehet tanulni. Ráadásul vannak szakértőid és munkatársaid hozzá. Te csak olyan döntéseket hozol, melyeket ők is jóvá hagynak. És ehhez nem kell semmiféle üzemgazdászi diploma, csupán a megfelelő ösztön, a megfelelő fej. A legutóbbi beszélgetésünk óta biztos vagyok benne, hogy rendelkezel ezzel az ösztönnel. Ezt nem lehet és nem kell megtanulni. Erre születik az ember. Basserman úr? Igen. Ezt magának küldik. Köszönöm. Pillanat. Köszönöm. Kérem. Ursula! Ursula! Ha-ho! Ursula! A fenébe! Miért nem fogadod el? Azt akarom, hogy utazz el, mielőtt Paul kihajít innen. Mitől vagy olyan biztos, hogy már rég nem a másik oldalnak dolgozik? Paul, megörültél? Tessék, kérdezd meg tőle te! Danner úr, épp magáról beszélt. Maga még mindig itt van? Tűnjön innen! Kérlek, Rolf! Ide figyeljen, tudakozottam maga után, már nem a londoni lapnál dolgozik. Időközben holmi női magazinoknak ír, amiket a szupermarketekben a kasszánál árulnak. Honnan veszi ezt? Mennyit akar kaszálni Ursula sztoriával, ha? Kérlek, fejezzétek be! Vagy megmondod a tisztelt barátodnak, hogy tűnjön el innen, vagy részemről befejeztem.
A tisztelt úr nem tudta megakadályozni Jutta halálát. A közeledben maradok, nehogy téged is megöljenek. Akár tetszik magának, akár nem. Gyere velem. Szerinted mit szólna a hercegi férjed, ha tudná, hogy ezzel a nyálas alakkal lógsz egész nap a medencénél? Rolf régi jó barátom, és szükségem van egy barátra, aki ismer és megért. És hogy esetleg kapcsolatban áll Beate Thornvalddal, és néhány ezresért még a saját nagyanyát is kilökni az erkéről. Ez teljesen abszurdnak tartod, igaz? Igen, mert abszurd. Az egész szituáció abszurd. Te, én, a gyerek, a herceg. Jutta meghalt, nekem meg itt kell bujkálnom. Az ég szerelmére én beledöglök abba, hogy ellenőrizem az összes szálló vendéget, te meg egyszerűen eltűnsz. Hányszor mondjam még el, hogy tudnom kell, hol vagy. Azért, hogyha történik valami, a közeledben lehessek. Olyan nehéz ezt felfogni. Azért vagy pipa, mert nem találsz semmit. Ugyan már. Először a szobapincér volt. Aztán az a pofa Erlangenből, aki Thornvald miatt ment csőd, de aztán az a valamilyen baronesz, aki meghívott, hogy nézzem meg vele Karintiát. De komolyan, komolyan, Paul. Add fel. Vagy nincs itt senki, vagy te nem találod. Minden esetre nem Rolf az, már ezerszer kidobhatott volna az erkélyről, csak belém van zugva, ennyi az egész. Igen. És mellesleg te is, ha esetleg még nem tűnt volna fel. Érjött. Igen, uraim, azt hiszem most az a legfontosabb, hogy ne sértsük meg az amerikaiakat. Nem kellene minden ajtót bezárnunk. Ki tudja, talán még szükségünk lesz rájuk. Ha a nagy ígéretek elhalnak, és a fitness termékek mégsem mennek olyan jól. Bocsássanak meg egy pillanatra. Addig dolgozzanak a lemondólevél megfogalmazásán. Angolul nem hangzik olyan brutálisan, mint nálunk. Mindjárt visszajövök. Danner, talált valamit? Végigmentem a teljes vendéglistán, sehol semmi. Nekem is van egy listám a holding munkatársainak szabadságáról. Sajnos... Elég nehéz folyamatosan frissíteni, de egy valami biztos. A központban egy munkatársnak sincs annyi szabadsága, hogy megengedhetne magának egy ilyen hosszú távollétet, kivéve azokat, akik jelenleg a lipcsei vásárt készítik elő, de azt alig ha lehet szabadságnak nevezni. Azért átküldené nekem mélen ezt a listát? Jó, rendben. Hogy érzi magát a fenséges hercegnő? Jól, kezdetben sokat küzdött a rosszul létekkel, de ezen már túl van. Nem lehet, hogy a hőség kisé ártalmas az ő állapotában? Érti, mire gondolok. Nem véletlenül javasoltam Párizst vagy Norvégiát. Az idő nagy részében a szobájában ül és tanul, de nem vagyok orvos. Ezt a kalandot saját magának köszönheti. Nagyon remélem, hogy minden jól sikerül. Ne fenyegesen folyton, ügyvéd úr, ez nálam nem jön be. Az én cégemnél én vagyok a főnök, és maga... Danner. Tudom, a fizetésem kb. Annyi, mint a maga főnökének az italszámlája. Mégis szabad emberként vállaltam ezt az ügyet, és ez így is marad. Egyszer s mindenkorra. Megkapja a hercegnőt és az örököst. Erre mérget vehet, és ezzel vége. Még ma elmenni a herceghez. Régen minden nap kijöttem ide. Mikor régen? Amióta az eszemet tudom. 4 évesen versenyeztem először. 4 évesen? Aha. Kielben. És én győztem. Ifjúsági bajnokság volt. Akkoriban őrült jól lovagoltam. A balesetem előtt. Tulajdonképpen hogyan történt? Látod ott azt a barna csődört? Uh-huh. Az anyja ledobott a hátáról, és rám taposott.
és az én anyám azonnal lelövette a kancát. Jaj, de borzalmas. Nincs szerencsém a nőkkel. Ne viccelj! Ott hátul, annál a fánál történt. Reggeltől késő délutánig ott feküdtem, amíg Tomás rám nem talált. Ki az a Tomás? Már nem dolgozik a Torvald háznál. Önállósította magát, riasztóberendezések, stb. Az ő műve a kastély riasztója is. Roberto! Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide! Gyere! Cukor, jellemző. Gyere. Árt a fogaknak. De szeretik. Pont, mint az emberek. Minden, ami jó és élvezetes, árt a fogaknak. Meg másnak. Hála Istennek nem minden. Dagmar. Nem iszunk meg valamit a kocsmában? Kocsmázni akarsz velem? Komolyan? Muszáj normális embereket látnom. Normális embereket? Olyanokat, mint én? Te nem vagy normális, különben nem dolgoznál nekünk. Gyere, Dagmar. Nem. Te jössz. Gyere ide hozzám. Sajnálom, Benjamin, nem ezt akartam. Aljas vagy. Olyan aljas. Érti már? Amire szükségünk van, az egy közvetlen kapcsolat az egészség fogalma és a zselatin között. És ezzel a lehető legtöbb célcsoportot akarjuk elérni. Idős embereket, ízületi bántalmakkal, csúcs teljesítményű sportolókat, keszek kamaszokat, kisgyerekeket. Igen. De ez most a maga feladata, Brüggermann úr. Igen, Eschenbach úr. Ezzel már megvan egy rendkívül behatárolt célközönség. Nem, komolyan. Tehát egy nagyon erős kampányra van szükségünk. TV, rádió, óriás plakátok, stb. És szavahihetőnek kell lennünk. Ezen a területen a tartós sikerhez természetesen kemény tények kellenek. A fogyasztók manapság rendkívül kritikusak. Van itt egy rakás orvosi szakvéleményem és állásfoglalásom, melyek egyértelműen alátámasztják a zselatinunk hatását. Jó, ez remek. Erre kell rámennünk. Egy komoly komponens, tudományosan bizonyítva, és egy élvezeti komponens. Fit vagy, tovább bírod, és ezzel még trendi is vagy. Ráadásul még nagyon finom is. Tessék, győződjön meg róla. Köszönöm, majd elvinnék belőle egy egész kartonnal a munkatársaknak, csupán szakmai okokból. Természetesen. Csak át kell mennünk érte valamelyik laborunkba. Szuper. Úgy is meg akartam kérni, hogy mutassa meg alaposabban az épületet. Valaha építészetet tanultam, és amit befelé jövet láttam, az még itt bent is igazán izgalmas. És díjazott, Brüggermann úr. Jöjjön. Köszönöm. Nyilván nem kell hangsúlyoznom, az első csomagolási javaslat tegnapra kéne, és a kész koncepció a reklámhoz tegnap előttre. Nem ez az első megbízásunk a cégnél, Eschenbach úr. Beate! Na végre, legfőbb ideje volt. Mi van már? Nem olyan egyszerű az egész. Eltarthat még egy ideig. Nem jutok a közelébe. Ezt nem mondhatod komolyan. Te és az elbűvölő sármod. A testőre egy pillanatra sem téveszti szem elől. És most még egy hódolója is akadt. Ha valamit utálok, akkor ezeket az átlátszó kifogásokat. Azt hittem, elég világosan megmondtam, hogy mekkora számodra a tét. Tégy végre valamit, és ne beszélj ennyit. Mellesleg, nem sokáig tudom már eltusolni a távollétedet. A lipcsei vásárnak holnap vége. Tehát esse túl rajtam mielőbb. Az alkalmas pillanatra várok. Eszemben sincs érted vagy más valakiért életfogytig börtönben ülni. Arról nem beszélve, hogy ez neked sem áll az érdekedben, igaz? Nem. De minden nap számít. És addig, amíg él, Geszfeny szabja meg, hogy mit tegyek. És ez mindnyájunknak nagyon sokba kerülhet. Nem mondtál újat. Majd jelentkezem. Szia! Thank you.
Higgy el, csak tréfa. Ha sikerül, akkor megkapja a másik felét is. Az ebéd, tisztelt uram, két személyre, igaz? Állítsa le valahová, majd mi elintézzük, jó? Rendben. Nem! Mi van? Megvan. De mi van meg? Sikeresen levizsgáztam. Gratulálok, gratulálok. Gyere, nézd meg! Maximális pontszámot értél el. Ez csodálatos, főleg ahhoz képest, hogy milyen stresszben éltem meg minden. Örülök, hogy jövök ebben. És igazad, nem jutok semmire. El kell mennünk innen. Hová? Csak akkor mondom meg, ha már a gép előjük. Oké, kérlek, ne tarts paranoiásnak, de az az érzésem, hogy itt már a falnak is füle van. Csak még megvárjuk, hogy Gessven elküldje a szabadságos listát. Oké? Köszönöm. Minden remekül sikerült, tehát semmi ok az idegeskedésre. Az állásomba kerülhet. Gyakorlatilag észre sem vettek. A finom uraságok levegőnek néznek. És ilyen gyorsan még sosem keresett néhány százast, ugye? Most már farkas éhes vagyok. Hát ez nem is csoda, elég sokáig voltunk úton. Már is szólok a konyhásoknak, oké? Okay? Rendben. Jó. Oké. Okay. És köszönöm a szép kirándulást. Meg egyáltalán mindent. Én is nagyon élveztem. Jó napot, József. Dr. Gessven. Mint hallom, zongorázik. Igen. Mostanában elég gyakran, sajnos. Néha még késő éjszaka is, mint tegnap. És órákon át. Na igen, ezek szerint jól van. Ő igen, Dr. Gessven. És itt persze belép a zenekar. Beszélni akartál velem? Igen. Ezt oda akartam adni, de ablakot kell nyitnom. Megfulladok itt. Nagyon sürgős. Igazából már is vissza kéne mennem. Igen, nagyon sürgős. Benjaminról akartam beszélni veled. És egy kiegészítő passzusról a végrendeletben. Jól hallottam, egy kiegészítő passzusról? Igen. Arra az esetre, ha ne adj Isten, Ursulával történne valami. Ebben az esetben az összes tulajdon a Thornwald alapítványra száll, velem együtt, mint földi helytartóddal. Így áll a végrendeletedben. Nézd csak a hattyúkat. Friedrich, Benjamin komolyan... Benjamin egy Thornwald. És megmentette az életemet. Ráadásul az én oldalamon áll, a mi oldalunkon. És kérlek, ne lásd benne az anyja teretnét. Na és velem mégis mi lesz?
Én mehetek? Megtettem a kötelességemet, igaz? A szentségit. Ne légy már ilyen drámai. Ez egyáltalán nem illik hozzád. Mit akarsz még? Hiszen te már fent vagy, ennél feljebb nem megy. Én vagyok a Thornwald Holding Friedrich. Legalábbis azóta, hogy te visszavonultál, és ennek már több mint 3 éve. Az életemet, minden percemet, minden csepp véremet a cégre áldoztam. Feltétlenül kékvérnek kell lennie. Nem. Friedrich, hiszen te apám helyett apám voltál, igaz? Én igen. Pedig a fiat helyett fiat, a szentségit neki. Igen, de ez így is marad. Ulrich. Nem ilyennek jó, ismerlek. Jó. Majd átnézem még egyszer. És kevésbé drámaian és írásban állást fogok foglalni. Ulrich, mi van veled? Kérlek, hagyj most. Ne menj el. Nézd. Friedrich, hagyjál. Ulrich, nem akartalak megbántani. Pillanat. Hello. Oh, örülök. Gyere be. Kicsit nagy itt a kupi, de ismersz, amikor dolgozom, nincs időm semmire. Egy pillanat még ezt itt. Jó. Foglalj helyet. Beszélnem kell veled. Na, legfőbb ideje lenne. Elutazunk. Túl veszélyes itt. És meg kell ígérned, hogy nem követsz minket. Kérlek, Rolf. Ezt nem kívánhatod tőlem, Ursula. Egy csónakba nevezünk. Tartozom vele Juttának. Magamnak, és... neked is. Lehet, hogy Dannernek igaza van, és csak a sztorim érdekel. Beismerem, felmerült bennem, amikor elküldtél Londonba. Úgy értem, a mesebeli hercegnő történetével egy csapásra befutottam volna. De? A kiadó fizeti a költségeket, de a sztorit nem kapják meg. Tudod, mennyire szeretlek. És abban bízom, hogy egy napon felébredsz Csipke Rózsika álmodból, és talán... Rolf, kérlek! Férjes asszony vagyok! Férjes asszony? Kényszerítettek rá, ez nem házasság! Ursula, lépjünk le együtt. Kérlek. Bárhová is mész, tőlem úgysem szabadulsz. Ma este a bárban... Rolf, kérlek! Még meggondolhatom magam, és el is küldhetem a cikket. Zsarolni akarsz? Tehát? Akkor várlak! A barátodnál jártál? Igen, de reménytelen esett. Bekeményített. Hadd legyen az én gondom. Mi megint csomagolhatunk. Paul. Igen? Megfenyegetett, hogy eladja a sztorit, ha ellenállok. Akkor beszélek a fejével. Nem megyünk vele semmire.
Ha valamit utálok, akkor ez az. Ben, anya küldött. Készen vagy? Nem. Várj, megkötöm. Kösz, nem kell. De segíthetsz felvenni a cipőt. Hogyan? Miért nincs itt Dagmar nővér? Pipa rám. Aha. Akkor rúgd ki. Akad bőven a fajtájából. Nem az ő bűne. Nem tehet róla. Tudod, milyen undok vagyok? De mennyire? Ahogy mindenkinek az orra alá dörgölöd a handicapedet. Nekem is folyton. Handicap, ez jó. Sokkal jobban hangzik, mint a nyomorék. Na, kész vagy? És a férjecskéd, ő is jön? Nem, Gernot elutazott. Nem tudom hová. Azt hittem, Lipcsében van. Igen, én is azt hittem, de ott bizony nincs. Mindegy. Mert elválok tőle. Mikor utazott el? 3 hete körülbelül. Mondd meg anyának, hogy nem érzem jól magam. Mi? Hisz remekül vagy. Most mi van, Ben? Ebből megint csak baj lesz. Nem megyek el. Úgyis csak a talpnyalók és a kretének rendezvénye. Anyának el kell mennie, nekem nem. Csukd be az ajtót magad mögött. Ben! Thornwald Holding, Dr. Kessler irodája. Benjamin herceg, fogadod a hívást? Persze. Herceg, miben segíthetek? Gernot nem Lipcsében van. Honnan tudja? Cynthiától. Épp most mondta, hogy Gernot nincs is ott a vásáron. Ez lehetetlen. Többször beszéltünk telefonon. Ő hívta magát, vagy fordítva? Ő. Azonnal értesítenünk kell Dannert. Gernot von Baldung. Elég nagy bajban van. A nővérem el akar válni tőle, és akkor neki vége a holdingnál. Valamit kínálnia kell az anyámnak, hogy túlélje. De mindegy, minden esetre Dannert azonnal tájékoztatni kell. A vendéglista, amit ellenőrzött, nem teljes. Ha ez igaz, akkor... Hívjon majd fel, jó? Köszönöm, herceg. Jelentkezem, amint megtudok valamit. Tedd már fel végre. Mit jelentsen ez már megint? Ez nem a szellemi fogyatékosok rendezvénye, hanem egy igen megtisztelő meghívás annak a községnek a polgármesterétől, akinek lerólhatjuk az adónk 40%-át, és te is eljössz. És ha Friedrichnek vége van, nagy ívben kihajítom azt a nővért. Mit képzel magáról ez a nő? Higgadj le, anya! Nem minden szó igaz, amit Cynthia fecseg neked. Mit akarsz otthon egyszer egyedül? Gyere fel! Részegen, szívesebben vagyok egyedül, Karin. Na igen, és ráadásul sürgősen el kell érnem Dannert. Hisz ezt nálam is megteheted, gyere már! Na jó, rendben. Már nincs szükségünk magára, köszönjük. Jöjjön értem holnap 6:30. 6:30, rendben, doktor úr. A fene egye meg. Gyere, ülj le. Tudod, mi nyomaszt a legjobban? Annyira kiborultam, hogy majdnem bőgtem. Te? Igen, én. Uli, nézd az egészet a pozitív oldaláról. Hogyan? Abban az esetben, ha a hercegnőnek valóban sikerülne megszabadulnia Ursulától és a gyerektől. Benjamin gyűlöli az anyját. A kezedből fog enni. Te vagy a főnök. Így vagy úgy? Karin. A cég neked köszönhet mindent. Az életed fekszik benne. Tehát védekezz! Amíg a herceg él, meghúzom magam. Aztán majd meglátjuk. Így, aki elutazik. Á, igen.
És ha elkövetné azt a butaságot, hogy beszámol a sajtónak, minden létező csontját összetöröm. Mit nem mond? A maga érdekében remélem, hogy csak blöffel. Ha itt valaki blöffel, az csak maga. Írja a szobához, 303. Pillanat, mindjárt kész vagyok. Igye meg maga. Jó, de... Hív a kötelesség, majd máskor. Kár. Mit keres itt? Engedje meg, hogy bemutatkozzak, hercegnő. Gróf Baldung. Hogy úgy mondjam, szegről végről rokonok vagyunk. Mi? Igen, a kedves férje húga nem más, mint az én anyósom. Maga... Kérem, ne! Engedjen el! Paul! Igen... Az én dolgom, hogy megöljem magát. De nem teszem meg. Tehát hallgassa végig, amit mondani akarok, rendben. Azonos a sorsunk. A Tornwald gépezet engem is maga alá gyűrt. Gyakorlatilag választás elé állítottak, vagy nekem van végem, vagy pedig magának. A hercegi sarjjal a testében. Nem. De. És az ilyesmi bizony nem az én műfajom. Sajnos. Viszont, ha nem teszem meg, akkor maga felelős, értem. Én? Mint a Tornwald milliók örökösének anyja és leendő hercegnő. Sokat kockáztatok magáért. És ha olyan lennék, amilyennek az anyósom hisz engem, akkor maga már nem élne. Érti? Jó, és most menjünk. Keressük meg a testőrét, és gondoljuk át, hogyan legyen tovább. Jó? Jöjjön, tessék. Csak ön után. Ezt mondja személyesen. Miért nem törődik a saját dolgával? Jó estét az uraknak. Bemutatkoznék, Baldung Gróf. Hogyan? Ő az emberünk. Igen, és arra kérem magukat, felejtsék el az ellentéteket, és gondolkozzunk el azon, hogy ebből a rendkívül érdekes helyzetből hogyan tudnánk a legtöbb tőkét kovácsolni. Nekem van egy tervem. A herceg beszélni óhajt önnel, fenség. Most?
Azt mondta, amint megérkezik. Úgy látszik, történnek még csodák. Köszönöm, József. Szeretnék egy ajánlatot tenni. Többé nem zongorázol egész éjszaka, ha megadom magam? A fiadat nevezem meg utódonként, ha visszavonulsz a vállalattól. És ráthagyom a Grafenwald kastélyt. És a hozzátartozó üzemeket. Ennyi elég lesz neked és a családod többi tagjának. Ezt remekül kigondoltad. Hiszen ezt akartad, nem? A fiadat megtenni utódomnak. Persze. De utánam, Friedrich, utánam. Nem előttem. Nem válaszoltál az ajánlatomra. Túl késő, Friedrich. Már nem léphetek vissza. És már nem is akarok. Azok után, amiket elkövettél, hogy a háttérbe szorítsál, és tönkre tegyél. Miért fontosabb neked egy Kaminski lány, mint én, vagy a családod? Mi nem vagyunk család, hanem emberek túl sok hatalommal és pénzzel. Csak Benjamint nem érdekli az egész. Ő is visszautasította az ajánlatomat. Mi? Igen. És tőle tudtam meg azt is, hogy az inzulin ampullákat te cserélted ki. Meg akartál ölni. Igen, utánad nem jön majd senki. És előtted az én fiam jön a feleségemmel. Magyar szöveg Niklós Krisztina, hangmérnök Koltai Gábor Tamás, vágó Makai István, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.